a hiányzó számokat. Jó? Mindenki akkor ugyanúgy gondolkozik, mint ahogy eddig. Az elmúlt hónapban indította be a karcagi Nagykun Református Általános Iskola a Kopogtató című iskola előkészítő foglalkozásokat. Földváriné Simon Ilona Anna, az intézmény vezetője elmondta, nagyon sok szülő részt vett ezeken az alkalmakon, elégedettek a foglalkozások látogatottságával. Szerencsére az intézmény bemutató órái iránt is nagy volt az érdeklődés, ahol a leendő elsősök és szüleik betekintést nyerhettek az intézmény életébe, illetve megismerkedhettek a pedagógusokkal is. 3 kis létszámú osztály indításában gondolkodunk, 3 tanítónéni is már rendelkezésre áll, a gyerekek rendelkezésére, ők tartják a iskola előkészítő foglalkozásokat. És a kedves szülők részére szerettük volna bemutatni a tanító néniknek a módszerét, a tanítási stílusát, és ebből az apropóból a mai napon az első órára meghívtuk az érdeklődő szülőket. Eljöttek a szülők, és tulajdonképpen beültek a tanterembe. Már úgy szerintem kifigyelték, hogy ki választották, hogy melyik tanítónénihez szeretnék majd a gyermeküket iratni, és most a tanítónénik, mint említettem, bemutatkoznak. A szülők pedig megnézik a tanórának a menetét, megnézik az algoritmusát, a játékosságot, tehát hogy hogyan tanítanak a tanítónők a refi általánosban. Ez nagyon fontos, hogy a szülők képbe kerüljenek, és utána megfelelőképpen tudjanak iskolát választani, illetve iskolán belül pedig tanítónőt választani. 50 van a 10, megvan a 10. Jó. A szülők tehát meglehetősen érdeklődőek voltak az iskola iránt. Lehetőségünk volt megkérdezni őket arról is, hogy miért éppen ebbe az intézménybe szeretnék beíratni gyermeküket. Elmondták, hogy a nagyobb gyermek is ide jár, és csak csupa jót tudnak mondani erről az iskoláról. Nekünk van egy nagyobb lányunk, ő is ide jár, most másodikos. Nagyon szereti, nagyon meg van vele elégedve, és úgy gondoltuk, hogy akkor a középső gyermekünk is ide járna. Egy másik általunk megkérdezett szülő talán kicsit jobban belelát ebbe a világba, hiszen ő is pedagógusként dolgozik. Nem sokat gondolkozott azon, hogy melyik iskolát válassza kislányának. Látom az itt folyó magas szakmai munkát, a gyerekek milyen környezetben tanulhatnak, nagyon fejlett minden, interaktív tábla, a programok nagyon színesek, és ezt szeretném én is, hogy ilyen környezetben tanulhasson a gyermekem. A gyerekek szorgalmasan dolgoztak a bemutató órákon, a pedagógusok legnagyobb örömére. A szülők 3 órán is részt vehettek. Úgy gondolják, hogy az itt látottak alapján jó kezekbe kerül majd leendő elsőosztályos gyermekük.